Az Éles Simon Kertbarát Egyesület által szervezett programot az új közösségi házban tartották meg. Márciusban volt a 39. borversenyünk, és idén először bizony igény volt rá, így pálinka versenyt is meghirdettük, ami várakozáson felül sikerült, mert 74 pálinka érkezett erre a versenyre, és hát nagyon komoly bíráló bizottságot sikerült beállítani, és sajnos az derült ki, hogy a benevezett pálinkáknak az 50%-a az oklevél és bronz minősítést kapott, tehát eléggé kifogásolható minőséget értek el, ezért úgy gondoltuk, hogy megér annyit ez az egész dolog, hogy fókuszáljunk arra, hogy mik voltak a legjellemzőbb hibák ezeknél a pálinkáknál, ezért meghívtuk egy eléggé neves pálinka mestert, aki a bíráló bizottságnak is tagja volt, hogy tájékoztassa a tagságot, hogy ezeknek a hibáknak, amit a pálinkában felmerültek, mi a leginkább használatos kiküszöbölési módja, tehát hogy ezek a hibák ne forduljanak elő. A borversenyek során is eljutottunk odáig, hogy onnan kezdve, hogy elkezdtük, mindig jobb minőségű borok lettek. Hát ezt reméljük a pálinkánál is, hogy egy ilyen úgynevezett továbbképzés meghozza azt, hogy egyre jobb minőségű pálinkákat tudunk majd csinálni. Hát elsősorban Dombóvárról és Dombóvár környékéről, de nagyon jó kapcsolatunk van egy pécsi kertbarát egyesülettel. Ők például több mint 20 pálinkát hoztak bírálatra, mert náluk ilyen nem volt. Hát itt főleg gyümölcs pálinkák voltak, szinte mindenféle, még egzotikus gyümölcsből, fügéből is voltak pálinkák, és a természetesen törkő pálinka is, miután elég sok szőlősgazda tagunk van. Hát a legkiemelkedőbb a dombovári polgármesternek a megy és alma pálinkája volt, ebből a megy pálinka lett az év pálinkája. Mert meghirdettük azt is, hát a bíráló bizottságnak ez volt a véleménye, így a saját maga által felajánlott kupát a polgármesternek kellett elvinni. Az eseményre pálinka főzőmestert is meghívtak. A pálinka bírálás egy egész hosszú nap volt végül is. Reggel 10 órakor, délután 10 órakor álltunk neki, délután 3-4 órakor még bőven-bőven folyt a munka. Rengeteg pálinka minta érkezett a Kertbarát Egyesület versenyére. Összességében 4 pálinka bíra volt. Mindegyik pálinka bíra képzett, érzékszervi bíráló, valamint pálinka bíráló, és szakmai tapasztalatok alapján, valamint a korábbi tanulmányok alapján tudtunk bírálni. Muszáj hozzáértéssel csinálunk a pálinka bírálást, hogy minél pontosabb eredmények kapjanak az nevezők. Én azt mondom, hogy egy nagyon jó versenyen vagyunk túl. Vegyesen lettek sajnos oklevels és bronzérmes, viszont nagyon kiváló aranyérmes és ezüstérmes pálinkák is. Én azt mondom, hogy jó verseny volt, és az idejében is várjuk a nevezőket, és a következő évben is várjuk a nevezőket. A pálinkákat technológiai szempontból, valamint az adott gyümölcsre jellemző szempontok alapján bíráltuk. Ezeket illat, íz, valamint a kettő kombinációja alapján bíráltuk el. Elsősorban a mai rendezvényen az a cél, hogy mindenki egy nagyobb képet lásson arról, hogy mi maga a gyümölcsfeldolgozás, gyümölcscefrézés, gyümölcserjesztés, valamint az egyes hibáknak a kiküszöbölésének az ismertetése a cél. Onnantól kezdve, hogy van egy érett gyümölcsünk, ennek a gyümölcs fajtájára jellemző jó feldolgozás, legyen az magozás, aprítás mindenképpen szükséges a gyümölcs feldolgozása során, és a célunk az, hogy ezt a gyümölcs bépet, amit kapunk, ezt a lehető legegyenletesebben leerjesztve az 2-3 hét idő alatt eljussunk az alkoholos végtermékig. Az alkoholos cefréig. Utána minél hamarabbi pálinka lefőzés, lepárlás után egy bizonyos időn keresztül tárolás, érlelés, jó esetben, vagy érdekes esetben még hordóérlelés is közrejátszik, utána pedig már fogyaszthatóvá válik az adott pálinka, akkor kerül a palacba.
A szakember elmondta, hogy a pálinkák aromája több szempontból tevődik össze. Lehet egyéni preferencia alapján, hogyha valaki az 52 vagy 50-es pálinkát szereti, akkor számára azt fogom ajánlani, viszont vannak gyümölcsök, amik igénylik egy alacsonyabb alkoholfokot, mint például az illatosabb gyümölcsök közül egy mána, egy eper, egy fekete berkenye, szeder, hasonlók, őket ilyen 45-44 környéki alkoholfokra szoktuk ajánlani.